A Tolna megyei oltási munkacsoport most a megye 3-as számú választókerületének Paksi térségében tartott egyeztetést a települések polgármestereinek az oltás fontosságáról, helyzetéről és az ezzel kapcsolatos tervekről. Úgyhogy mi most nem egy oktatást tartunk, hanem egy tájékoztatást és egy utána pedig egy konzultációt, ami során természetesen nagyon kíváncsiak vagyunk arra, hogy egyáltalán mit tudnak erről a dologról, illetve vannak tapasztalataik, azt szívesen meghallgatjuk, vagy ha van építő véleményük, és ami arról szól azt, hogy gyorsabbá tesszük, olcsóbbá tesszük, szakszerűbbé tesszük ezt az oltási folyamat, akkor természetesen ezt szeretnénk tudni. Horváth Kálmán, Tolna megyei kormány megbízott. A munkacsoport vezetője fontosnak tartja, hogy a település első emberei is tisztában legyenek a történésekkel, hiszen saját községükben, városukban ők is sokat tudnak segíteni az oltási folyamat hatékonyságának növelésében. Szabó Péter Paks polgármestere úgy nyilatkozott, mindenkinek az az érdeke, hogy minél gyorsabban, minél több beoltott ember legyen a megyében. Én azt gondolom, hogy ez a polgármesterek felelőssége is, illetve ahol tudunk segíteni, az oltási pontok kialakításában és bármiben, a logisztikában, tehát azon idős betegek eljuttatásában az oltópontra, akik nem tudnak eljutni, vagy időskoruknál fogva, vagy valamilyen olyan betegségüknél fogva, amely akadályozza őket a mozgásban, ezekben mi mind segíteni szeretnénk. Ezen kívül a házi orvosok munkáját is tudja a helyi önkormányzat segíteni abban, hogy oltópontot biztosít, ha az adott rendelő nem rendelkezik megfelelő paraméterekkel. Süli János, a paksi atomerőmű bővítéséért felelős tárca nélküli miniszter, aki egyben Tolna megye 3-as számú választókerületének országgyűlési képviselője is részt vett az eseményen. Ő arról beszélt, az ország jövője nagyban függ attól, hogy halad a tömeges oltás. A gazdaság újraindításának a kérdései fontosak, hisz mindenki azt szeretné, hogyha a gazdaság minél hamarabb. De az feltétel, hogy mindenki tartsa be a szabát, oltakozzunk minél többen, és akkor minél hamarabb el lehet indítani minden. Magyarország jelenlegi átoltottsága meghaladja a 3%-ot.